Világszerte hiány van lélegeztetőgépekből, orvosi maszkokból és fertőtlenítőszerekből. Rengeteg magánvállalat állította át más termékeket előállító gyártósorait ezekre a felszerelésekre. Ahogy ez a normál időkben bútorokat készítő lengyel cég is, amely most maszkokat gyárt. Nem bonyolult, sokkal könnyebb, mint kárpitozott bútort csinálni, mondja ez a dolgozó. Egy ilyen maszk 2 perc alatt elkészül. A nagy divatóriások is átálltak a maszk készítésre, így tett a spanyol Inditex és a francia Louis Vuitton is. Olaszországban 3D nyomtatott szelepekkel segítenek a betegeknek lélegezni. Egy rezgésérzékelőket és bicikli alkatrészeket gyártó bressai startup rájött, hogyan tudja legyártani a lélegeztetőgépek egyik legfontosabb alkatrészét. Azt mondták, jól működnek az alkatrészeink, használták őket a gyógyításban is nagyon jó eredménnyel, mondja a cég mérnöke. Azt mondták, nagyszerű, akkor kérnek még 100-at. A prototípust ugyan szerzői jog védi, de a tervek alapján bárki nyomtathat ilyen alkatrészt. Egy skót lepárló üzem éppen elnyerte azt a lehetőséget, hogy a brit alsóház hivatalos dzsinjét készítse el, de a járvány keresztül húzta a számításaikat. Most fertőtlenítőszer gyártanak. A gin készítés is egy gabona alapú alkohollal kezdődik, aminek egy jelentős részét úgy vásároljuk, de egy kisebb részét mi állítjuk elő, és ez a kulcsmozzanat a fertőtlenítő készítése szempontjából, mondja a tulajdonos. 100 liter fertőtlenítő előállítása nagyjából 2500 euróba kerül, de egy közösségi finanszírozási kampány segítségével sikerült a helyi egészségügyi dolgozók ellátását megoldani.